Éppen itt van az ideje, sőt már jóval régebb óta itt lett volna az ideje, hogy egy számvetést készítsünk arról, hogy hogyan alakult a rendszerváltás óta a magyar reál jövedelem. A mi hazánk szellemi holdudvarához tartozó szakemberek, közgazdászok elemezték ezt részletesen. Ebbe egy pillanatnyi betekintést fogunk most adni, de ez a pillanatnyi betekintés is elegendő arra, hogy megvilágosodjon mindenki számára, hogy milyen döbbenetesen rossz a hely. A reál jövedelmek elmaradását a GDP-hez mérték, és megvizsgálták azt közgazdászaink, hogy a lengyel GDP-hez mérten milyen mértékben tér el a magyar reáljövedelem az elmúlt bő 30 évben, és jelentős különbségeket láttunk. Ez azért fontos, mert a lengyel GDP nagyjából megegyezik a magyar GDP-vel, és bár hozzáfűzném, hogy tudjuk, hogy a GDP önmagában nem minden, de még erre hivatkozva sem lehet ezt elkendőzni, és azt mondani, hogy ne lenne valami oka annak, hogy ennyire elmaradtak a reáljövedelmek még a lengyelekétől is. Nyilvánvalóan itt hosszasan lehetne sorolni az okokat, a 90-es évek rabló privatizációja az egyik fő oka, hogy akkor állították Magyarországot egy olyan pályára, amely teljesen kiszolgáltatja a társadalmat, a munkavállalókat a globális nagytőke irányába, és hogyha számszerűsíteni szeretnénk, elemzőink arra jutottak, hogy az elmúlt több mint 30 évben egy magyar családra mintegy 18-20 millió forintnyi elmaradás jutott. Ez azért nem kevés összeg, és a jelenlegi kormányzati stratégia is ebbe az irányba mutat sajnos, amely akkumulátor nagyhatalmi státuszban gondolkodik, sőt az olcsó munkaerőbe hozatalában érdekelt. Ugye halljuk az elmúlt hónapokban a különböző híreket a vendégmunkásokról, hogyan cserélik le a magyar munkaerőt vendégmunkásokra. Nem igaz az a kormányzati állítás sem, hogy csak olyan helyre vesznek föl vendégmunkásokat, ahová nem jelentkeznek magyarok mert egész egyszerűen arról van szó, hogy kirúgnak országszerte nagyon sok magyar dolgozót, hogy aztán helyükre ázsiai vendégmunkásokat vegyenek föl. Úgyhogy ez az irány semmiképpen sem jó irány. Nőni fog továbbra is az olló a GDP és a reáljövedelem között. A Mi Hazánk Mozgalom egy teljesen más gazdaságpolitikát képzel el, egy önálló nemzetgazdaságot, amely hazai feldolgozó iparra épül, illetve is ez a legfontosabb, arra az elvre, hogy egy olyan országot építsünk, amely a magyar dolgozó erkölcsi és anyagi megbecsülésére épít.